Kezdjük meg a sárgarépát! Először jókedvűen elkezdjük húzni, hadd lássam! Nem jön! Mit szokott ilyenkor csinálni az ember? Dühös lesz? Igen! Akkor csináljuk ezt dühösen! Aztán nem tudjuk kihúzni, mit csinálunk? Bele kell rúgni! Tapasztalt gazda, megkérdezzük hány éves a kedves gazda? 8! A 8 éves gazda azt mondja, hogy ha nem jön ki a répa a földbe, akkor bele kell rúgni. Na most már meglazítottuk a földet, most már fogjuk meg a répát, mert félig kilóg. És ide ki, húzza ki! És egy győzelmi üvöltéssel ünnepeljük meg. Na és akkor megvan a répánk, pucoljuk meg. Jó, mit szóltuk hozzá? Mindenki előveszi a kis bicskáját. Levágjuk a végét, levágjuk a másik végét, és... Balra kanyar! Jobbra kanyar! Balra kanyar! Jobbra kanyar! Sátufék! Nagyon ügyesek voltak. Hadd lássunk egy öreg papát, aki leszáll a buszról. Jaj, nagyon jó, töcsök! Úgy van, töcsök ilyen papa arra, aztán találja meg a lépcsőt, kedves papa. A papának meg kérek egy hatalmas nagy tapsot. Kézzük a csapot! Kész! Fogad most! Nálam elektromos fogkefe van, nálatok. Nálatok. A gardróbot kinyitjuk. Kivesszük a gatyát, magunkhoz próbáljuk. Húha, ezt kinőttük tavaly óta, visszateszünk. Ezt megnézzük. Húha, ez meg a nagypapa gatyája, ez sem ilyen. Na végre megtaláltuk a saját gatyánkat, úgyhogy belemászunk. Felhúzzuk. Szőlőszedéshez, igaz, hogy? Jobbra, át. Puttonyt elengedni. Hova nézel? Arra van a szőlő. Megfogjuk a szőlőt. Letörjük. Bedobjuk. Beesett a puttonyba. Lehet pörögni, táncolni, hadd lássam azt a bulizó agrártársaságot.